Köszöntöm Önöket a Szignatúrában, a Keszthelyi Televízió heti kulturális magazinjában. A Sétáló utcán vagyunk, ahol a nyárestéket hangulatos zenei program tölti meg. Az idei első koncert mellett benézünk a Kortárs Művészeti Műhely tagjainak kiállítására, a Népművészeti Alkotóház bútorfestő táborába, végül pedig a Voice and Brass balatongyöröki templomi fellépésére. Induljon hát az eheti kultúrbarangolás! A Swing and Dance trió nyitotta meg a Sétáló utca zene sorozatot, mely a történelmi belvárosban nyújt kellemes nyáresti muzsikát. Az első fellépő formáció tagjai Bódis Bettina énekes, Varga Endre szaxofonos és Schmidt János billentyűs, jazz, swing és tánc zenével készültek. A Swing and Dance zenekar Varga Endre egyik zenei projektje, amely több mint 10 éve alakult, elsősorban szilveszterek zenei aláfestésére 4-7 óra repertoárral. A jelenlegi felállásban Schmidt János énekel és billentyűs hangszeren játszik, Bódis Bettina énekel, jó magam szaxofonon, fuvolán játszom. Ahogy a névből is kiderül, gyakorlatilag a szórakoztató swing jazz zenén keresztül, a tánc zenén, egész szinte a mulatósig mindent el tudunk ezzel a formációval játszani. A zenekar egyik oszlopos tagja, bár eleltűnhet a néző elől a háttérben, Schmidt János, aki a fellépéseken a billentyűs és énekes feladatokat látja el. Még előadáson kívül a dalok egyesítésével van elfoglalva, a hangkép megtartásával. Én tüzet kértem, gyufája lobbant, szemébe néztem, a szívem is dobban. Karomba venném szót, amin enyhén, ez történt lellén. János mind a klasszikus koncertezést, mind az utcazenélést kedveli. Egy a fontos számára, hogy maga a zenélés minőségi legyen, amiben 46 éve szeretett bele. Villamos mérnöknek tanultam eredetileg a Kandó Kálmánban, és ott volt a Földes László nevű Hobo Blues Band koncert. Na és onnantól kezdve hát engem nem lehetett visszafogni. Basszogitár, tanulás és annak a zene. Úgyhogy a Kandó el is maradt, maradt a zene. Tehát én igazából 78 óta zenélek. A zenekar tagjai mind hosszú, közös múltra tekinthetnek vissza Varga Endrével, amire boldogan gondolnak vissza. Külön érdekesség, hogy János és Endre vajdasági és bácskai, azaz úgymond földiek. El kell jönnünk Valdon környéke, minden kettőnek azt a találkozunk. Én már itt voltam, és utána ismertem meg Endit, aki Tapolcán ott dolgozott. És itt közösen egy nyarat lehúztunk Hévízen, vendéglátóban természetesen is. Onnantól kapcsolatban van, és több zenekarban és több formációban már évek óta együtt vagyunk. Éves voltam, és Berkes Dániel meghangszerelte a Frank Sinatra dalait, és fúvósokkal és zenekarral egy koncertre invitált Dani, aki akkor még az énektanárom volt, és ott jó magam adtam elő szólódalokat Frank Sinatra különböző dalaiból, voltak válogatások, és Endre ott mint fúvós közreműködött. És én úgy tudom, hogy ott hallott engem először énekelni.
A zenei tudását Cipruson is pellengérező Bódis Bettina Varga Endre több zenei projektjében is visszatérő tag, ilyen például a Jazz Pop Duo vagy a Swing and Dance Trio. Ezzel a trióval kiemelt ünnepnapokon szoktunk menni, és most örülök neki, hogy például erre a Sétáló utca szinte fesztivál minőségű vagy hangulatú koncertre vagy eseményre invitálnak minket, ennek nagyon örülök. Főleg tényleg kiemelt ünnepnapokon játszunk ezzel a trióval, és hát mondhatnám azt, hogy nagyon-nagyon sokat próbálunk, de azzal hazudnék. Van egyfajta rutinunk, én úgy gondolom, és nem nagy képűségből, de sokszor igazából akár tényleg a koncertet megelőzően, vagy a rendezvényt megelőzően szoktunk összejönni, és akkor szoktuk a dalokat átvenni. A trió mindegyik tagjának a legfontosabb, hogy a tőlük telhető legjobb formájukat hozzák a fellépésen, bár a koncertzenélés és az utcazenélés nem lehet összehasonlítani, az biztos, hogyha nem is jobban, de másképp szeretik nagyon ezt a műfajt. Ami nekünk a lényeg, az szerintem az öröm bevitele minden egyes koncertünkbe, és nagyon-nagyon szeretem emiatt a pörgősebb stílusú dalokat, amivel meg lehet mozgatni az embereket, de mégis minőségi, mert olyan előadók adták elő, akik azért világslágereket énekeltek. Ám a sor kerülne rá, hogy egy szavát betartaná, sehol nem találom. Elég volt nékem magából, vigasztalódjon akárhol. Szavamra mondom, nem is bánom én már. Szavamra mondom, nem is bánom én már. Ez az utca zenei fellépésnek mindig egy különleges hangulata van. Én nagyon szeretek itt játszani, itt a Sétáló utcán, mert ilyenkor mindig megtelik a Sétáló utca, amikor rendezvények, programok vannak. És ez a nyílt szín ad egy külön varást az előadóknak is. A programsorozat a nyár folyamán várja még a közönséget, ahová Varga Endre és Bódis Bettina is visszatér. Ismét bemutatkoztak alkotásaikkal azok a fiatalok, akik a képzőművészet területén szeretnének tovább tanulni. A legváltozatosabb elképzelések valósultak meg a kortárs művészeti műhely tagjainak munkáiban, melyeket a Fejér György Városi Könyvtár olvasótermében is megtekinthetett az érdeklődő. A Festetics Kastély kortárs művészeti műhelyének tagjai 11. alkalommal mutatkoztak be válogatott munkáikkal egy kiállítás keretében. A tehetséggondozás, a gyerekek vizuális intelligenciájának fejlesztése hozzátartozik a múzeum pedagógiai munkához. A műhelyben tanultakat gyakran hasznosítják az eljövendő tanulmányaikban, szakmai munkáikban és privát életben is. Az elmúlt években a tagok közül a legtehetségesebbek felvételt nyertek a felsőoktatás művészeti intézményeibe is. Minden évben vannak diákok, akik dédelgetett álmuk miatt mennek el a Bankó Zsolt vezette műhelybe. Most lesz a 8. éve, hogy a Zsolthoz járok rajzolni, és az anyukám ajánlotta ezt a helyet, hogy a továbbtanulásomban segíts a Zsolt a képességemet, és ez végül is meg is történt, hiszen a középiskolába felvettek Kaposvárra, az Icsi Mihály Iparművészeti Suliba, animáció szakon. Én lettem a negyedik bejutó, és most pedig a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztem, és bizakodunk, hogy ide is felvegyenek, de még nincs eredmény. Technikát szoktam a Zsoltnál is csinálni. Idén egy homokanimációt készítettünk, ami végül is nem rajz, de az is a művészetnek egy része. Rengeteget paszteleztem nála, meg ugye szénnel is sokat készítettünk rajzokat. A grafikákból, festményekből, fotókból évente kiállítás nyílik. Lemérhető a munkákon a fejlődés, a tehetség és az akarat. Kiugró tehetségek, 10 év alatt 3-4 volt, aki tényleg azt mondom, hogy kiugró tehetség volt, de egyébként a diákok, akik itt tanulnak, a többségük, mindenki tehetséges. Ez alap dolog, hogyha egy ilyen műhelyben, tehetségmúzó műhelyben dolgozol, vagy tanulsz. De kiugró tehetségek voltak azért az elmúlt 10 évben egy 4-5 diák, aki kimagasló volt a többiek közül.
De egyébként, akik eleve felvételizni mennek ugye képzőművészeti középiskolából vagy egyetemekre, ők önnék az alap dolog, hogy a tehetség megvegyen, aztán aki meg egyébként nem egyformán tehetséges. Tehát nem egyformán tehetségesek a diákok, de szorgalommal meg nagyon sok mindent lehet pótolni, meg fel lehet zárkozni a többiekhez. A felvételi felkészítők, ott eleve többen vannak, nem csak egy diák, hanem többen készülnek, és akkor ez a módszer nálam azért vált be egyébként az elmúlt évek során, mert ott látják egymást a gyerekek dolgozni, és úgy fel tudnak zárkozni, tehát ösztönzik egymást. Az idei tárlat arculata a művészeti műhelynek azt az arcát tükrözte, ami a tehetséggondozásról szól. A legtöbb munka az akadémista jellegű tanulmány azok, tehát a legtöbb, sok csendélet van, sok térbeli ábrázolás van, de vannak kompozíciók, színes kompozíciók, azokat kisebb diákok készítették, 10-12 éves korosztály, de itt most ami még újdonság, igen, ami még azt még el kell mondani, hogy újdonság, van két aktáblázolás, ők középiskolás diákok, tehát 18 éves hölgyek készítették azt a két aktot, de egyébként igen, most ennek az egész kiáltásnak az arculata az a nagy részben tanulmányra azokról szól. Az alkotás öröme, a harmónia keresése az alkotó és a festmények között jól látható a munkákon. A fejlődéshez azonban idő kell. Én azt szoktam mondani, hogy 1-1,5 év kell a gyerekeknek, hogy felkészüljenek egy ilyen felvételi vizsgálom egyébként. A középiskolákon ugyanolyan komoly felvételi vizsgálom, mint egy képzőművészeti egyetemen vagy főiskolán bárhol. Tehát nagyon hasonló a felvételi követelmény. Perfektívikus ábrázolás, amit mögöttem van, aztán van csendélet színesben, különböző technikákkal, tehát igazából hasonlóan kell felkészülni a mindkét intézménynek intézmények felvételi vizsgájára, de egy másfél év szerintem az az idő, amikor azt lehet mondani, hogy akkor teljesen készen vannak. Én úgy szoktam egyébként a gyereket elküldeni a felvételi vizsgákra, a 14 éves diákémat is, hogy ők már azért nem 14 éves szinten vannak, ami a rajztehetséget illeti, hanem sokkal magasabb szinten, és ugye akkor nem kell aggódniuk a felvételi vizsgának a végeredményén. A műhely fiatal alkotóinak már gyermekkorában kezére állt az ecset, szeretik a művészeti ágak egyik legsokszínűbb és technikailag talán a legváltozatosabb területét, a festészetet. Tavaly mentem Zsolthoz ebbe a művészeti helyre, hogy felvételt szerettem volna nyerni egy művészeti iskolában, mert mindig vonzott a rajz, és ez egy jó lehetőség volt, hogy jobban fejlesszem magamat, hogy tudjam, hogy hogyan kéne készülni egy ilyen felvételire. Otthon is szoktam igen rajzolni, de heti kétszer jártam ide. Ami eszembe jut, amit látok, szívesen mindent megrajzolok. A Festetics Kastély kortárs művészeti műhelyének legközelebb 2025-ben lesz átfogó kiállítása. Háromszéki motívumokat dolgoztak fel a Népművészeti Alkotóház bútorfestő táborában. Évközben szakkör, most pedig tábor formájában dolgoznak az alkotók. Az egyhetes programot egy székelyföldi tanulmányút előzte meg. Az ott gyűjtött mintakincs alapján dolgoztak a bútorfestők. Valamikor a székely háziipar virágzó ága volt a bútorfestés. Háromszék mintakincse az egyik leggazdagabb. Tulipánok, rózsák, lengezöld növényzettel övezve, ezek a tipikus motívumai a tájegységnek. Ezek adták az alapját a Keszthelyi Népművészeti Alkotóház bútorfestő táborának. A csernátoni Haszmon Pál Múzeumba látogattak el a helyi bútorfestők. 6 napot töltöttek a szakkörtagok, ott a múzeumba szinte minden nap be tudtak menni és anyagot gyűjteni, fényképezni, ott a ládák előtt megtervezni, megrajzolni azokat a mintákat, amiket most szeretnének feldolgozni, vagyis hát azokat a ládáknak a mintáit feldolgozni. Voltak Zabolán is a református templomban, ott is gyűjteni anyagot. Háromszéki motívum nagyon bő a mintakincse, nagyon szép
a tulipánok, a rózsák, szinte gyönyörű minták, amiket nagyon szépen föl lehet dolgozni, kicserélgetni tulipánokat, rózsákat, gyönyörű lenge, zöld levélzettel rendelkezik, intás, tehát nagyon szépen föl lehet, meg lehet tervezni és fel lehet vinni, megfesteni. Kilenc alkotó jelentkezett a bútorfestő táborba, többségük évközben szakkör formájában is hódol szenvedélyének. Tóth Adél a 2019-ben elindult szakkör kezdete óta lelkes tagja a csapatnak. Ő is részt vett a csernátoni tanulmányúton. Alapvetően a tulipános ládáknak a három széki mintáit próbáltuk lemásolni, és azt használni ihletnek a mostani táborhoz. Úgyhogy például, ami most itt készül, mindenki ebből dolgozik, de ott leültünk, lefényképeztük, lemásoltuk a kis ládákat, illetve én ki is színeztem azokat a rajzokat, amit készítettünk ott. Az alapján elkészítünk pauszpapírra egy ilyen kinagyított vagy lekicsinyített mintát, amekkorára szükség van, és akkor azt felfestjük egy táblára vagy dobozra, éppen most így ezekkel foglalkozunk. Tehát a folyamat az, hogy ott az eredeti mintákat lefotóztuk, én rajzoltam is, mert szeretek rajzolni, ott ki is színeztem, tehát ott üldögéltünk a ládák előtt, és akkor így jött az ötlet, aztán kiválasztjuk azt, ami éppen tetszik, és azt dolgozzuk rá most a megfelelő alapra. A bútorfestés nagyon népszerű művészeti, szabadidős tevékenység. Országszerte működnek szakkörök, de a világháló is tele van fórumokkal és erről szóló videókkal. Mondhatni, nagy divatja van a bútorfestésnek. Mindenkiben dolgozik egy kis alkotási láz, vágy, hogy valamit teremtsen a saját keze által. És ha vannak otthon bútorai, amit fel tud újítani, és nem szeretné kidobni, mert valakihez fűzi az a bútordarab, nagyon szépen fel tudja újítani, és be lehet illeszteni a lakásba. Olyan tagjaink vannak, akik az elejétől fogva együtt vannak, és minden évben jön egy-két csatlakozó, aki szeretne velük együtt alkotni. Tehát ennek van egy hangulata ennek az alkotásnak, itt ennek a festésnek. Elsősorban táblákat festettek a táborozók, de készült gyertya és zsebkendőtartó, volt, aki a családi hagyatékból származó 100 éves sámlit festette ki. Tóth Adélnak vonzó a bútorfestés egyediségében rejlő kihívás, és hogy különleges díszeket, használati tárgyakat készíthet otthonába. Szeretek olyasmit csinálni aztán, amit használhatunk, tehát én inkább arra tendálok, hogy bútorokat, kis dobozokat, hogyha például egy ilyen táblát festünk, akkor én abból általában valami kis kulcstartót, függbevaló tartót, tehát valami akasztót készítek, hogy legyen funkciója. Eleve mindenkinek korlátozott a lakása, nem tudunk mindent feltenni, hogyha csak dekoráció, de így akkor valami haszna is van, azon kívül, hogy szép. Ez volt az első nyári tábor idén a Népművészeti Alkotóházban. Összesen 9 programot hirdettek meg. Gyerek, ifjúsági és felnőtt táborok váltják egymást. Bőrművesek, fafaragók, nemezelők és babakészítők töltik meg élettel nyáron a dongóházat. A nyári táborainkra most már, hát a népviseleti babakészítő 15 éve megy, oda tényleg az egész országból jönnek, és mindig tele is van ez a tábor, és úgy tűnik, hogy az örökségünk a Nyugat-Dunán tábor szintén országos lefedettségű, és a bútorfestő is kezd egy kicsit tovább nyúlni, mint ahogy a megye határ van. Évközben több szakkör működik a Zala megye népművészetéért alapítvány által fenntartott dongóházban. A bőrműves, nemezelő, bútorfestő és babavarró klub munkáiból kiállítást állítottak össze. Több korszak dallamai csendültek fel a balatongyöröki templomban. A Voice and Breath zenekar nem először lépett fel a zalai településen, nagyon szeretik ezt a helyszínt, a publikum is örömmel fogadta a minőségi muzsikát.
A Voice & Breath zenekar elkötelezett híve a részfúvós hangszerek népszerűsítésének. Korábban négyen alkották az együttest, alapjait 1993-ban rakták le a Kuna testvérek. A négy fiatal, Valéria, Márton, Gyula és Bence csodagyermekként kezdte pályafutását, hiszen 5-6 évesen ismerkedtek meg a hangszerek világával, és néhány éven belül komoly sikereket értek el. Számos hazai és nemzetközi díjjal jutalmazták őket. Nívódíjat kaptak a Nemzetközi Barcsi Részfúvós Kamara Zenei Találkozón. Külön díjban részesültek a Passau Nemzetközi Részfúvós Kamara Zenei Versenyen, és többször elhattak a dobogó legfelső fokára a Pozsonyi Interforum Talentov Nemzetközi Kamara Zenei Versenyen. Balatongyörökön sem ismeretlenek, többször felléptek már itt. Igyekeztünk minél újabb és minél frissebb dalokat válogatni a repertoárunkból, de azért maradtunk a kedvenceinknél, úgyhogy egészen a baroktól eljutunk a napjaink a kortárs zeneszerzőkig, hogy Görsvint említsem például. Tőzer 21-től játszanak Voice & Breath néven, ahol a virtuóz hangszerjáték és a saját hangszerelésű darabok mellett Valéria szoprán éneke is felfelcsendül. A zalai közönség nagyon szereti őket, ez abból is látszik, hogy legutóbb is megtelt a templom. Az együttes is kedveli ezt a helyszínt. Nagyon-nagyon szeretünk visszajönni ide, tényleg voltunk már a jazzzenekarunkkal a jazzfesztiválon is, ugye itt a templomban is már szerintem harmadjára negyedjére játszunk a Voice & Breath formációval. Mindig nagyon nagy öröm visszajönni, és már egy kicsit második otthonunknak érezzük Balaton gyereket. Én néha gondolkodtam rajta, hogy akár ide is költözök. A nyári időszakra mindenképp. A részfúvósok nagyon népszerűek az országban. Az utóbbi időben felléptek a többi között Szirákon, Felsőzsolcán, Tatán, Kecskeméten, Szigetváron, Pakson, Badacsonyban, vagy például Szentendrén. Idén sem fognak sokat pihenni a nyáron. Szerencsére nem panaszkodunk, most így olyan minden más napra jut egy fellépés, júliusban talán lesz egy kis szusszanás, de az mindig csak elképzeljük, de az az igazság, hogy ez erről szól, ezt szeretjük csinálni, úgyhogy örülünk, hogy itt a nyár, itt a jó idő, együtt lehetünk és élvezhetjük együtt a zenét. A Voice & Breath valószínűleg nem utoljára hallhatta a közönség a környéken, a következő performanszukig azonban a Tiszatóig kell utazni. Most pedig nézzünk néhány kulturális csemegét a következő napokból.
Július 18-ától 21-éig Györöki borkorzó. A finom ételek és józalai borok mellett szórakoztató és kulturális programok várják a vendégeket a móló melletti sétányon. Csütörtökön fellép a Zalai Balatonpart koncertfúvós zenekar, az 5. évszak és a Silver Band, pénteken a Chanson Brass, a Happy Dixieland Band és a Hello Kids, szombaton a Gezerol és a Helios, vasárnap pedig Urbán Edina és a Concords. 19-én pénteken este 6 órakor indul Cserszeg Tomajon a műszak művészeti piknik. Idén Lichtenwaller Zoltán festőművész tanár és ifjabb Novák Mihály operatőr fotográfus emlékének szentelik a nyitó kiállítást. 24-én szerdán délután 17:30 látványos akciófestésre várják az érdeklődőket Takács Ferdinánd és Szenc Lévi a családi birtokán. 20-án szombaton este 6 órakor a Balatongyöröki Berta Bulcsú Művelődési Házban nyílik meg Verebes György Munkácsi Díjas festőművész kiállítása. Az alkotót Szemadám György Munkácsi Díjas festőművész méltatja. Kultúrbarangolásunk mára ugyan véget ért, de a tvkeszthely.hu weboldalon, valamint YouTube csatornánkon visszanézhetik műsorainkat, és megtalálnak minket a Facebookon is. Ne felejtsék, szignatúra csütörtökönként itt a Keszthelyi Televízióban. A jövő heti viszontlátásra! We'll be right back.